Szép estét kívánok! A Bicskei Televízió híradóját látják. Nézzük, mai műsorunkban miről lesz szó. Meggyújtották advent első gyertyáját. Fegyelmezetten zajlik a pedagógusok tesztelése. Kimenős maszkokat kapott a város mentőállomása. Bicskén is meggyújtották advent első gyertyáját. A megjelenteket Bálint Istvánné polgármester köszöntötte a polgármesteri hivatal előtt felállított koszorúnál. A polgármesteri hivatal előtt állított adventi koszorúnál került sor az első adventi gyertyagyújtásra. Az advent jelentése eljövetel. A latin adventus domini kifejezésből származik, ami annyit tesz, az Úr eljövetele. Vagy az adventi időszak egyfajta várakozó időszak, amely az Úr eljövetére összpontosul. Az újkor adventi szimbóluma az adventi koszorú. A fenyőágakból font koszorú négy gyertyája az adventi időszak négy vasárnapjára utal. A három lila gyertya a bűntudat időszakát, egy rózsaszín pedig azt jelzi, hogy van okunk őrzőrvendezésre is, mert a megváltó eljövetele már közel van. Az első gyertya a hit jelképe. A szűk körben megjelenteket Bálint Istvánné, Bicske város polgármestere üdvözölte. A város első számú vezetője az ünnepi beszédét a Kis Herceg című könyv egy részletével nyitotta. Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. A mai felgyorsult világunkban, amikor az internetes közösségi médiákon, az okostelefonokon és rohanva élik az emberek nagy többségükben a mindennapjaikat, azt gondolom, hogy az író igazsága még inkább felértékelődik. Hiszen a mai nehéz helyzetben sokkal inkább fontosabb a szeretet, az együvé tartozás, az egymásnak való örvendés öröme, mint a csillogás, az ajándékok sokasága, vagy az ajándékok drágasága. Azt gondolom, egy kicsit szomorú, egy kicsit nehéz, de mégis örülök neki, hogy valahogy sikerült ezt megoldanunk, és nagyon jó dolognak tartom, hogy a városban működő egyházak, történelmi egyházak is ugyanígy fontosnak gondolják ezt a gyertyagyújtást. Eltértünk a korábbi hagyományainktól, ugye ez mindig pénteken délelőtt 10 órakor gyermekműsorokkal zajlott le. Most csak egy megemlékezés van, és tulajdonképpen egy jelképes gyertyagyújtás. Mi most így készülünk az idén adventre. Az első adventi gyertyát Máté János református lelkész gyújtotta meg. Ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta, hogy advent első vasárnapja egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti. Idén is advent első vasárnapján gyertyát gyújtunk. Szomorú ez a gyertyagyújtás, mert különös járvány van. Erre az esztendőre úgy tekintünk vissza, mint akik egyáltalán nem ezt vártuk. Rossz várakozni egy különös betegség fenyegetésében, rossz várakozni maszkok mögött, vagy éppen karanténban. Hónapok óta azon sóhajtozunk, hogy legyen már vége mindennek, ami feje tetejére állította ezt a világot. Közben megértük azt a pillanatot is, hogy mindenki ezen a világon egyet vár, a gyógyszert, a védőoltást, az élet visszatérését a régi kerékvágásba. Tiszteletes úr emlékezett a közelmúltban elvesztett kedves emberekről, fájó veszteségként említette dr. Godalajos doktor úr halálát, aki a testgyógyítása mellett a lélek ápolásával is foglalkozott. Godalajost említettem például, akivel nagyon sokszor együtt voltunk ökumenikus alkalmakon, együtt szolgáltunk, lelkészi kisegítő volt, nagyon sok szeretettel emlékezek rá, hiszen nagyon sokszor együtt imádkoztunk, együtt hirdettük az igét a Szárligeti Egyházközségben, ami Bicskéhez tartozik, és nagyon sokszor voltunk együtt különböző alkalmakon, amikor bibliai történeteket elevenítettünk fel bibliodráma alkalmain. Idén a világjárvány miatt különösen is nagy hangsúlyt kap az otthon, családi körben, az adventi koszorú gyertyáinak fényében végzett imádság. A karácsonyi ünnepkör és az adventi időszak, tehát az advent első napjával veszi kezdetét, és egészen a vízkeresztig, vagyis január 6-áig tart. A gyertyákat vasárnaponként gyújtjuk meg, minden alkalommal egyel többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amely pedig a Jézusban való várakozást jelképezi. Amikor pedig az adventi koszorú mind a négy gyertya egyszerre ég, az utolsó vasárnapot, vagyis a karácsony közelettét Jézus születésének napját teszi biztossá. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Orbán Viktor miniszterelnök november 26-án önkéntesekhez csatlakozva nézte meg az oktatási intézményekben dolgozók koronavírus tesztelését Bicskén és Tabajdon. A kormányfő a Facebookon közzétett videó üzenetében arról számolt be, hogy megnyugtató benyomásokat szerzett útján. Bicske és Tabajd, ez volt ma az útvonal. A bicskei járási hivatalban néztem meg, hogy a oktatási intézményekben dolgozók tesztelése az hogyan halad. Láthattam, hogy fegyelmezetten, pontosan, elkötelezetten, sőt szeretetteljesen végzik a munkájukat a járási hivatal dolgozói. Az önkénteseknek külön szeretném megköszönni a munkájukat. Közöttük is kiemelkedően jól teljesítenek a fiatalok. Találkozhattam orvostanhallgatókkal, akik önkéntesnek jelentkeztek. Megnéztem a tesztelési helyszínt is, ez a tabajdi református általános iskola volt. Nagyon remélem, hogy a pedagógusok között nem lesznek fertőzöttek, vagy ha igen, csak nagyon csekély számban. Összességében megnyugtató benyomásokat szereztem, az ország működik, teljes fegyverzetben védekezünk a vírus és a járvány ellen. Kimenős maszkokat kapott a város mentőállomása. A hímzett, kézi készítésű védőeszközöket Bicske polgármestere adta át a mentőállomás vezetőjének. Bálint Istváni elmondta, az egész városban kötelező a maszkviselése közterületen, így próbálják visszaszorítani a járvány terjedését. Maszkokat kapott a város mentőállomása. A kézzel varrott védőeszközökre az OMSZ logóját hímezték rá. Ezeket a maszkokat nem bevetés közben, hanem inkább szabadidejükben vagy hivatalos megjelenéseik során használhatják a bicskei mentősök. Korábban 2018. októberében volt egy jótékonysági bál a mentőállomás korszerűsítésére, felújítására, a mentőállomás dolgozóinak munkavégzéséhez, olyan feltételek teremtésére, eszközök beszerzésére, amiben a bicskeiek és a Bicske környékén élők nagyon bőkezően adakoztak. Közel 6 millió forint gyűlt össze. Ezt a pénzt már nagy részben elköltöttük, de jó gazda módjára próbáltuk észszerűen beosztani ezt a pénzt, és még mindig maradt egy kis forrás, és ebből a költségből aztán megvásároltunk egy ilyen maszkot. A mentő ápolóknak, mentőorvosoknak, a mentőállomás dolgozóinak, mindenkinek kettő fog jutni. Ez egyfajta kis előkarácsonyi ajándék, ahogy a mentőállomás vezetője ezt korábban mondta. Nekünk mindenhol maszkot kell hordani, tehát bent szolgálatban is, hogyha ha egymással beszélgetünk, akkor is maszkban kell lennünk, kint a betegellátásnál, bent a kórházban is. Ám bár ezeket a maszkokat nem erre a célra szeretném szánni, ez egy úgymond karácsonyi ajándék, tehát én ezt egy kijárós masznak szánom a bajtársaknak, hogy bárhol, ahol meg kell jelennünk, legyen egy egységes megjelenés, ahol az országos mentőszolgált logójával látják rajtunk, hogy mentődolgozók vagyunk, illetve hogyha a dolgozó bárhova elmegy, otthonába, boltba, akkor tudjon, ajándékba kapjon egy maszkot, amit tud hordani, tud fertőtleníteni, mert amúgy a munkavégzésünkhöz minden védőeszközt az országos mentőszolgálat 100%-ban biztosít. A maszkviselése mindenhol kötelező a város közterületein. Azért volt szükség ilyen szigorú szabályozásra, hogy meg lehessen állítani a koronavírus terjedését. Karácsony előtt viszont megteremtik a feltételeit, hogy újra kinyithasson a piac, mondta el a polgármester. Pénteken már lesz piac. A piac üzemeltetőjét megkértem, hogy dolgozzon ki egy olyan biztonságos ütemtervet, egy olyan biztonságos intézkedést, amivel még jobban meg tudjuk óvni az embereket. Ugye a közterületen a maszk használata kötelező, és a távolságtartást kell betartani. Az árusokat úgy fogjuk tudni elhelyezni, hogy kellő távolságban legyenek egymástól, és a piacon a közlekedés is. Tehát a Kisfaludy utca 25-nél lévő kapun be lehet haladni gyalogosan, és a 21 előtti kapun kell majd kijönni. Tehát két bejárata, kijárata van közös használatra a piacnak, és az egyiket bejáratnak, a másikat pedig kijáratnak fogjuk kijelölni, és így fog tudni életbe lépni az, vagy működőképessé válni az, hogy a piacra ki tudjanak menni a bicskeiek. A koronavírus járvány a mentőszolgálatnak is rengeteg feladatot jelent. A bicskei mentőállomás vezetője elmondta, hogy biztosítani tudják a biztonságos betegellátást. Van bőven dolog, de szerencsére kapacitásainkon belül vagyunk, tehát a biztonságos betegellátást a 100%-osan tudjuk nyújtani, tehát nincs kapacitásbeli probléma. Bicskén 1969 óta működik mentőállomás. A megye 15 északi településén túl több alkalommal segítenek a szomszédos Komárom, Esztergom és Pest megyében. Emellett sajnos gyakoriak a riasztások az M1-es autópályáról és az 1-es főútról is. Thank you.
És most jöjjön a sport. Megosztozott a pontokon a Bicske és a Tatabánya labdarúgó csapata. 0-0-ás döntetlenre végződött az összecsapás az NB3 20. fordulójában. Szomszédvárak rangadóját játszották vasárnap kora délután a labdarúgó NB3 nyugati csoportjában az előrehozott első tavaszi fordulóban. Augusztus elején Bekő Balázs bányász csapata visszavágott a tavalyi osztályozó kudarcáért, most pedig Vukmir Dragán fiai zárt kapuk mellett szerettek volna revansot venni a Tatabánya legénységén. Mindkét gárdát bőven sújtották sérülések és Covid-fertőzések a közelmúltban, így lehetőséghez jutottak ezúttal is fiatal, eddig kevesebb játékperccel rendelkező labdarúgók. A vendégcsapat már az első perc közepén szögletet rúghatott eredmény nélkül, a következő jelentősebb eseményig még 10 percet kellett várni. Hajas nagy baloldali bedobása után az egyedül hagyott Szabó az ötös sarka közeléből ellőtt labdája a túloldalon hagyta el a játékteret. A 18. percben Filipovics indításával a német lépett volna ki, azonban a 16-oson kívülre kifutó Kunsági elrúgta előle a labdát Farkas elé, akinek az ismétlési kísérlete gyengére sikerült. A 20. percben Soltészt bántották a hazai védők a kaputól 25 méternyire, a megítélt szabadrúgást Gyürki Szűcs kezébe rúgta. A 34. percben Filipovics lencsésnek továbbított, a védőkről levágódó lövése után újra próbálkozhatott, de a labda mellé szállt. A 40. percben a nagy jobboldali bedobást követően Szabó lőtt a kapu fölé. A 43. percben jelentős védelmi hiba után ismét Szabó lőhetett, Szűcsöt azonban nem hozta zavarba. A 49. percben Katona 15 méteres lövését a hazai kapus kiütötte, Német ismételt lövését viszont már fogta. 3 perccel később Lencsés a bal oldalon elfutott, beadását Filipovics a kapus kezébe fejelte. A 61. percben Radó szabálytalankodott a bal oldalon 20 méterre a kaputól, Farkas mellé csavarta a szabadrúgást. 2 perccel később Hajas cselezgetett keresztbe a 16-os előtt, átadását Farkas lőtte rá, de a védőkről az alapvonalon túlra került a labda. A 85. percben Lencsés baloldali beadása után egy kis kavarodás alakult ki a vendégkapu előtt, aminek a végén Farkas mellé durrantott. A 88. percben Denzinger jó ütemű átadását Penylik 18 méterről lőtte a kapus kezébe. Alacsony színvonalúra sikerült a két csapat ütközete, amiben szerepet játszhatott a játéktér szezon végi állapota is. Nagy veszélybe nem került egyik kapu sem a 90 perc alatt, így a pontosztozkodás megfelelt a játékképének. Nagyon küzdelmes, nagyon hajtós, nagyon kemény párharcos mérkőzés volt. Nyilván a pályatalaja nem tette azt nagyon lehetővé, hogy igazi futball alakuljon ki, bár én azt gondolom egyébként, hogy mindkét csapat azért alapvetően próbált erre törekedni. Volt helyzet itt is, ott is, voltak szép kapusbravúrok itt is, ott is. Úgy nagyjából én azt gondolom, hogy ez egy reális eredmény. Akartam mindent teszek, hogy legyen győzelem, sajnos ez nem tudjuk győzni ez a meccsen, de szerintem igazság volt, hogy döntetlen ez a meccs. Egyik csapat nem nagyon bátor volt előrefele játék, mert ugye ezt a saját kapu, hogy nem kapja a gól, mely nehéz talaj volt. Szerintem kettő hasonló csapat alakoztam a meccsen. A mérkőzés előtt lemondta a Nagyatádi FC a december 6-ára kisorsolt bicskei vendégjátékát. Vélhetően 3-0-ás gólarányjal a Bicske fogja megkapni a 3 pontot, így a mostani volt az őszi szezon utolsó bajnokia a Fejér megyei csapatnak. Bicske! Ennyi volt mára a Bicskei Televízió híradója, köszönöm, hogyha minket választottak. Én további jó tévénézést kívánok, viszontlátásra!